Üdvözöllek! Előző videó receptemben, melyben egy kreatív céklatornyot építettünk, és édesburgonyapürét kínáltam a megsütött lazac szeletek mellé, ígértem, hogy most egy másik variációt mutatok azoknak, akik szeretik ezt a különleges életmódú halfélét. Tudtad, hogy a lazac édesvízi folyóban születik, de életük nagy részét a sóstengerekben, óceánokban töltik. Képzeld! Csak az ívási időszakban keresik újra fel, kiváló szagló memóriájuk navigálásával pontosan ugyanazt az édesvízi helyet, ahol születtek. Most vajon sütött lazachoz köretként krémsajtos rózsákat és citromos gyömbére szórt készítünk. Íme. A filézett lazacokat adagnyi szeletekre vágtam. Sóztam. Borsoztam. Ezután a vajat egy megfelelő méretű serpenyőben megolvasztottam. És bőrükkel felfelé belehelyeztem a lazac szeleteket. 5 percig sütöttem így, közben meg-megmozgatva a lazacszeleteket. Amikor a sütési idő lejárt, és a lazac húsa oldalt kifehéredett, óvatosan megfordítottam. Bőrével lefelé újabb 5 percig sütöttem. A megsült halat 70 fokra előmelegített sütőbe tettem, s ott pihentettem a fogás többi részének elkészültéig. A hámozott gyömbért sajtreszelőn lereszeltem. A citromokat jól megmostam, megtörölgettem, felaprítottam. Kezeletlen héjú citromot használtam. Ezután a citromot és a reszelt, szájaitól megszabadított gyömbért egy mély keverőtálba adagoltam. Hozzáöntöttem a mézet, majd egy botmixerrel alaposan összetúrmixoltam. Mivel ez egy tetemes mennyiségű citromos gyömbérdzsem lett, és ez a keverék kiváló immunerősítő hatással rendelkezik, valamint nem utolsó sorban teába mennyei, 3 részre osztottam, 2/3-át befőttes üvegekbe adagoltam. Hűtőbe szoktam tárolni, és ameddig tart, addig tea ízesítésre használom. 2 teáskanálnyit szoktam 1 csésze 2,5 deciliteres teába keverni. Más nem is kell hozzá. A keverőtálban maradó harmadhoz adagoltam a tejfölt, alaposan összekevertem. Sóztam, borsoztam. A lazac kívánja a savas ízeket, s ez a keverék mennyei párosítás. Ha elkészíted, te is tapasztalni fogod. A gyömbéres szószt tálalógyűrű segítségével a tányérra rendeztem, és erre helyeztem a pihentetett lazac szeletet. Mellé 3 darab krémsajtos almarózsát adtam. Jó étvágyat kívánok! Hogy hogyan készül a krémsajtos almarózsa, azt következő videóreceptem bemutatom meg. Ne maradj le az új receptekről! Kövess blogomat a gastrogranit.com oldalon. Iratkozz fel YouTube csatornámra!